Jelenleg újságíróként dolgozom. Egy évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni egy marketing ügynökségnél Szegeden. Most a Nubu Stúdiónál vagyok, kreatív és vizuális kommunikációs felelős. A saját vállalkozássá kinövő filmes reklámvideó stúdiónak a megalapítása, illetve működtetése volt a célunk. Jelenleg a TV2 média csoportnál dolgozok, megtekintői pozícióban. Csongrádon, amikor hazaköltöztem, azonnal a galériánál kopogtattam, azonnal utánam nyúltak. Budapestre költöztünk, és azonnal egy hirdetés útján adatbázis rögzítő lettem egy casting ügynökségnél, majd hirtelen ott találtam magam, hogy én készítem a castingokat, és már egy casting koordinátor lettem. Ez a mintáját az ingnek én terveztem, magát az inget azt nem, mert az előző munkahelyemen a Nanuskánál, ahol ugyancsak ezt a pozíciót vittem, ott az is feladatom volt, hogy megtervezem a printjeit a különböző ruháknak. Ez egy csodálatos dolog létrehozni semmiből valamit. Nulla tőkével alapultunk, a gazdasági tevékenységünkből finanszírozzuk a filmjeinknek az elkészülését. Kulturális újságíróként kezdtem, viszont mindig is szerettem volna filmközeli munkahelyen dolgozni, így sorozatosan küldtem a jelentkezéseket budapesti filmstúdiókhoz, és az Inforg Emenden filmstúdió alkalmazott engem gyakornokként. Engem alapvetően a Viszkult indított el a film irányába. Én már az egyetem alatt dolgoztam újságíróként, 2 egyetemi lapnak voltam főszerkesztője. Mivel marketing területen maradtam, ezért igazából az egész tevékenységemre hatással volt, mert egy ilyen különleges látásmódot adott. Engem például nagyon sokszor ért az a kritika, hogy én mindenhez oda kapok, és hogy semmit se fejezek be. De ez nem igaz. Mert nekem így pont ez volt az előnyöm, hogy mindenhez egy kicsit oda kaptam, de ugyanakkor, amikor meg ide jártam, láttam egy olyan szemléletet, amivel ezt össze tudom fogni. Ebben van a hasznosítható tudás, hogyha az ember tud képviselni egy valamilyen típusú gondolkodást, és aztán azt mások tudják hasznosítani, és azért fognak téged hívni, és nem azért, mert nem tudom, milyen lexikális tudásod van. Mi 3 évig művészettörténetet, esztétikát tanultunk. Annak ellenére, hogy így festőszakra jártam, amikor ide elkezdtem járni, és akkor már így egy éve itt voltam, akkor éreztem, hogy sokkal jobban látok. Mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, hogyan jön ki a nem tudom, hogy a szöveg a képből. Úgyhogy az elméleti tudásnak szinte a teljes egészét ezt itt sajátítottam el, vagy hát láttam bele valamennyire, és gyűjtögettem össze azokat a morzsákat, amik számomra a későbbi gyakorlati munkához hasznosak voltak. Hogy megtanultam írni, én elég rosszul írtam azelőtt. A vizuális látásmódomat is nyilván befolyásolta ez a képzés. A grafikus sokszor azt csinálja meg, amit én mondok. Tényleg nagyon összelettem ide járni, mert egy kis család voltunk.